Csak a Diós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr. Ez a Csillagpont Rádió, itt a 103 MHz-en és benne a DVTK magazinját hallják Martini Emillel, Csak a Diós Győr címmel, és van egy vendégünk, méghozzá egy boldog szakosztályelnök, már csak azért is, mert ezüst és egy arany is most már a birtokában van, vége a szezonnak. Ezt a szezont fogjuk értékelni most Mátyás Imrével, a DVTK sok szakosztályának a vezetőjével. Imre, ez az ezüstérem nagyon nagy dolog a bajnokságban, illetve az MB2-es arany is. Ezek történetéről néhány gondolat adott előjáróban nekünk. Igen, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Második éve játszottunk az NB1-ben, ugye 2014-ben vettük át a sakk működtetését, hoztuk létre sakk szakosztályt a DVTK-ban, és ugye folyamatosan lépkedtünk felfelé, három osztályt léptünk. 16-17-ben az NB1-ben játszottunk már is első évünkben, rögtön a második helyen végeztünk, ami általános meglepetés volt a berkekben, és nyáron erősítettünk, elég sok játékos igazoltunk, de ez nem jelentette azt, hogy ezzel automatikusan megnyit az esélyünk az első helyre, mert a esélytársaink is pont így jártak el. Tehát egy kemény bajnokság várt ránk, ez egyértelmű volt. A sorsolás kicsit megnehezítette a dolgunkat, hiszen rögtön az első fordulóban az Aqua Profit Kanizsa együttesével kerültünk össze, aki a legnagyobb riválisunk. Sorozatban az elmúlt 9 évben ők nyerték a bajnokságot. A hivatalos célkitűzésünk az első három hely valamelyikének a megszerzése volt, de természetesen a szívünk mélyén az első helyet céloztuk. Azonban az első fordulóban sajnos vereséget szenvedtünk, pedig győzelmi esélyeink is lettek volna, nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, és így akkor már úgy tűnt, hogy csak a második helyre tudunk harcolni. A Paks volt a másik nagy ellenfelünk, aki amíg mi nem léptünk színre az NB1-be, sorozatosan a második helyen végzett az Aqua Profit mögött, és meg ezt a második helyet tőlük hódít el, és egy hatalmas mérkőzésen december 17-én Ulafüreden meg tudtuk őket 7-5-re verni. Ezzel szinte biztosak látszott már a második helyünk, ugye? Aqua Profit Nagykana és a Paks márciusban játszottak egymással, nyilvánvaló esélyese az Aqua Profit volt a meccsnek, azonban az egyik idegen légiósuk lekéste a csatlakozását, ezért nem tudott eljönni a meccsre, ezért 4 légiósai csak 3-ra álltak fel, és emiatt kikaptak 6,5-re a paksiaktól, ezzel ismét nyíltá vált a bajnok, hiszen az első három helyen hármas volt verseny jött létre ezzel a váratlan fordulaton, mire nyilván senki nem számított. És ezt a hármas volt versenyt kellett eldönteni az elmúlt hétvégén Budapesten, ahol dupla fordulót játszottunk, ugye szombaton és vasárnap is. Mi sorsolásunk volt a legnehezebb, a második helyen vártuk a bajnokság végét, a Nagykanizsától 5,5 pont hátránya, a Paks előtt pedig egyetlen pont előnyünk volt. Ezt szerettük volna megőrizni, illetőleg, ugye szerencsésen alakulnak a dolgok, akkor nyilván szerettük volna a Nagykanizsát is befogni, illetőleg megelőzni. Na most a Nagykanizsa 8,5-3,5-re nyert, mi is 8,5-3,5-re nyertünk, a Paksiak viszont 11-1-re verték az MTK-t, mi azt jelenti, hogy rögtön az egy pont előnyünkből másfél pont hátrány lett a vasárnapi zárófordulót megelőzően. Ezt kellett megfordítani valamilyen módon, megmondom, hogy elég nehéznek tűnt a feladat, de láttam az elszántságot a játékosokban, és biztos voltam benne, hogy elkövetnek mindent, és egy másodpercet se adják fel. Ez így is lett. A Nagykanizsa szintén MTK-ban játszott, 10,5-másfélre nyert, tehát ők probléma nélkül beúzták sajnos az első helyet ezzel. A Paks csak 7-5-öt tudott nyerni, mi viszont őrületes mérkőzésen 10-2-re vettük a pénzügyőr gárdáját, és így megszereztük a második helyet. Nagyon izgalmas volt akkor ez a bajnokság, így elmondás alapján és mindenféleképpen, de ugye a szezon egészében nagyon nehéz volt a helyzet, hiszen azért itt ugye a játékos mozgások is voltak, annak ellenére, hogy nagyon jó játékosokat sikerült ugye igazolni, de az egyik legjobb játékost viszont nélkülözni kellett ebben a szezonban. Sajnos, ez ugye Prohászka Petiről van szó, aki az első szezonunkban is nagyon jó teljesítmény nyújtott. Őt egy ösztönnél az Egyesült Államokba elcsábították sajnos, tehát róla le kellett az egész szezonban mondanunk. Ha ő játszik, akkor teljesen másképp alakulhatott volna. De hát ugye ez feltételes múltidő, úgyhogy ezzel inkább
nem is kell foglalkoznunk már. Akik akkor ebben a második helyben részt vettek, ezüstérmet szereztek, kit emelnél, kik azok, akik igazából vitték a prímet ezeken a nyertes mérkőzéseken? Hát itt tulajdonképpen név szerint senkit nem lehetne kiemelni, természetesen ugye magyar rangista első 10 helyzetjéből 3 nálunk játszik, Almási Zoltán ugye, aki a legismertebb név 2700-as élőpontszámmal, Éra Imre, aki szintén nagyon fontos, az ő esetében azt fontos kiemelni, hogy már 2014-től, amikor a harmadosztályban elkezdtük az egész építkezést, ő már akkor minket választott, ami az is a sakkot ismerőkérben általános meglepetése szolgált, hogy ilyen szintű játékos miért vállal meccseket a NB2-ben, de mégis azt mondta, hogy látja, hogy jó úton járunk, és egész onnantól mellénk állt, és folyamatosan segítségünkre volt. Ez az ezüstérem, ez hol helyezhető el? Mit ér ez a második hely? Említetted, hogy a Paksot sikerült ugye leszorítani erről a trónról. Eddig egyeduralkodó Nagykanizsával még nem sikerült elbánni. Szóval hol helyezhető el ez az ezüstérem most itt a honi sakk életben? Hát ehhez azt kell látni, ugye a sakk megítélése, az ugye az az általános állásmondás, hát egy játék tulajdonképpen, és az átlagembernek fogalma sincs, hogy egy-egy sakk versenyen, sakk mérkőzésen mi és hogyan zajlik, a sakk bajnokság az hogyan bonyolódik le. Most azt kell látni, hogy az első NB1-es szezonunkban 65,5 pontot értünk el, azzal teljesen simán megszereztük a második helyet. Most 71,5 pontot értünk el, tehát 6 pontot még rátettünk az előző szezonbeli teljesítményünkre, és így egy hajszáló búlt, hogy nem csak a bronzérmet szereztük meg, ez 8-as átlagot jelent. Azt jelenti, minden meccsen az ellenfelénk egy 8-4-re vertük átlagosan. Ez futball hasonlattal él, mert így értik meg szerintem a kedves hallgatók is, de azt jelenti, hogy minden meccsen 3-1-re nyertünk volna. Tehát van egy olyan egyesület, az a csapat, aki minden meccsét 3-1-re megnyeri, és lehet, hogy mégis csak harmadik lesz a bajnokságában. Ebből látható, hogy ez egy igen kiváló eredmény, tehát általában ezzel a teljesítmény ennyi fordulóban 71,5 ponttal bajnokságot szoktak általában nyerni. Most ez nem sikerült, de én azt gondolom, hogy nem is bánkódtok emiatt, ez az ezüstérem is nagyon szépen csillog, de ne feledkezzünk meg egy aranyéremről sem, hiszen az NB2-es bajnokságban pedig a TVTK az első helyen végzett és jogot szerzett az egy osztállyal feljebb való NB1B-be jutásra, és a következő idényt már ott kezdi. Így van, ez volt a második csapatunknak az volt az első célkitűzése, hogy aranyérmet nyerjem, és ezzel feljusson az NB1B-be. Ez sikerült is, már egy forduló bajnokság vége előtt megnyertük a bajnokságot, ugye itt 11 forduló volt, 11 forduló alatt 102,5 pontot értünk el. Ez 9,3-as meccspont átlagot jelent, tehát olyan, mint hogy minden ellenfelünket 9-3-ra vettünk volna. A labdarúgó nyelven akkor elképzelhető, hogy ez még a 3-1-nél is jobb eredmény, sokkal jobb eredmény. Tehát ezzel a bajnoksággal szerencsére semmi problémánk sem volt. Na most elvileg osztályozót kellett volna az NB-BB utásért játszani, hiszen a hivatalos kiírásban ez szerepelt. Azonban tegnap délután kaptam a hírt, hogy az NB-BB létszámát megemelik, így nem kell osztályozót játszanunk. Hát ez azt jelenti, hogy hivatalosan is bejelentetjük, hogy a következő szezonunkat az NB-BB-be fogjuk játszani. Gratulálunk, és hát ugye egy szakosztály elnöknek ilyenkor nem lehet hátradőlnie. Lehet, hogy a játékosok most ugye kielvezik a szabadság pillanatait, ugye, hogy nincsenek mérkőzések, és egy kicsit ugye pihenhetnek, de te nem pihenhetsz, hiszen készültök a következő szezonra, és itt is vannak a sakkon belül is játékos mozgások, illetve célok, a céloknak a megfogalmazása, és hát az anyagiaknak az előteremtése. Sok feladat vár rád. Ez így van, ahogy a bajnokság véget ért vasárnap, hétfőn megindult az átigazolás időszak, ami egészen augusztus végig eltart, tehát majdnem 4 hónap az átigazolás időszak a sakkbajnokságban. Tulajdonképpen sok játékosra nincsen szükségünk, mert elég jól összeálltottuk a keretet, azonban úgy gondolom, hogy 3-4 meghatározó játékos még valószínű, hogy beigazolunk. Szükség lenne az NB1B-be egy jó ifjúsági játékosra, ezt megpróbáljuk itt regionális szinten vagy helyben megszerezni, de ha nincs rá lehetőségünk, akkor nyilván szét fogunk nézni máshol is, és természetesen a másik fontos feladat a financiális háttér biztosítása, ez semmiképpen sem egyszerű, de ebben is próbálunk előre lépni. Jó játékos
kihívások, eredmények, bajnoki ezüst, bajnoki arany. Én azt gondolom, hogy talán ez is egy jó alkalom arra, hogy akár az ifjúságot, a legkisebbeket is felszólítsuk arra, hogy jöjjenek és csatlakozzanak a DVTK sok szakosztályához. Gondolom várjátok a tehetséges ifjoncokat. Hogyne, természetesen, hiszen a másik fő célunk ugye a versenysakkozás mellett az NB1, NB1, NB2 mellett az ifjúság evelés és az ifjúsági bázisunk folyamatos szélesítése. Jöjjenek, csatlakozzanak hozzánk az általános iskolákban, ugye folyamatosan ott vagyunk, érdeklődjenek, hogy hol tartunk edzéseket, és keressenek és játszanak. És akkor a célok, gondolom, hogy 10 év után jó lenne a Nagykanizsát leszorítani a bajnoki elsőségről, és jövőre megszerezni azt az aranyérmet. Pontosan így van, bár nyilván mások is hasonlóan vélekedhetnek, mint mi, tehát az ellenfeleket soha nem becsülhetjük le, de most is már ebben a szezonban is ez lett volna a célunk, volt is rá esélyünk, hajszálokon, nüanszokon múlott, hogy nem sikerült, de jövőre, hogyha azt a 2-3 játékos meg tudjuk szerezni, aki szerintem szükséges, az aranyérem a célunk. Imre, végül, de nem utolsó sorban, szombaton stadionavató volt, és ugye köztudott, hogy Nagy Diósgyőr drukker vagy, ott rengeteg szurkolót megszólaltattunk a stadion kapcsán, az avatók kapcsán, és nem hagyhatom ki most azt a kérdést, hogy neked hogy tetszett, milyen a stadion, hogyan dobban meg a szíved május 5-én. A stadion ugye az nyűgöző, fantasztikus, már körülbelül 20 éve szó van róla, hogy Miskolcon Diósgyőrben egy új stadion kéne építeni, mert a Diósgyőr szurkolók természetesen megérdemlik. Kicsit nehezményeztük is, hogy az országban sok helyen új stadion épült, és nálunk ez csak 2018-ra tudod megvalósulni. Örülünk, hogy elkészült. Azt sem kerülhetjük meg, hogy a jelenleg kialakult helyzetben te mit gondolsz, hogyan vélekedsz a jelenlegi zászlós hajóról, a labdarúgásról itt Diósgyőrben. Neked van-e kialakult véleményed, várod a fejleményeket az elkövetkezendő hetekben, hónapokban? Ezzel kapcsolatban ugye már szombat óta eltelt néhány nap, megmondom, hogy elég nehéz volt feldolgozni az ott látottakat. Nagyon sok emberrel beszélgettek volna velem erről a kérdés, és azt mondtam, hogy inkább ne is hozzuk szóba, mert rettenetes dolgokat láttunk, és rettenetes dolgokat értünk át szurkolóként főleg. Én csak azt tudom mondani, hogy az elfogadhatatlan, egy professzionális játékos a 70. percre elfárad. Ha én 3 kilométert tudok futni, elmegyek minden reggel, minden este, futok, hogy 4 kilométert tudjak. Ha 4 kilométer se elég, akkor futok, hogy 6 kilométert. Egy profi játékosnak fejleszteni kell magát. Ez a véleményem. Nekem megütötte a fülemet az, amikor mondtad, hogy ezen a hétvégén, amikor volt ez a 3-as, nyugodtan mondhatom talán, hogy döntő, akkor láttad a játékosok szemében a tüzet, hogy akarják ezt a második helyet, a DVTK második helyét. Talán most ez is hiányzik sokak szeméből, amely hivatalosan is egy edzői vélemény is volt szombati találkozót követően. Ez pontosan így van. Tehát a mi játékosaink és a sakkozóink mondhatnak azt, hogy jó, a harmadik hely, emlízzük el a partikat, fejezzük be második két olyat, és akkor mindenki mehet is. De nem. Mindenki, aki leült az asztalhoz, az maximumot hozta ki magából, a maximumot nyújtotta. Volt, aki 133 lépésen, ez megint zárójelben, azt kell tudni, hogy egy sakjátszma általában 30-35 lépésben el szokott dőlni átlagosan. Volt, aki 6 órán keresztül és 133 lépésen keresztül hajtotta a esélyét, és végül meg tudta a partit nyerni. Pontosan ezt az elszántságot, a soha fel nem adás hiányolom a labdarúgókból, mert ebből sajnos nem láthattunk egy grammot sem. Ivre, nagyon szépen köszönöm a véleményedet, és természetesen gratulálunk a DVTK nagy családja és szurkolói nevében is az ezüstéremhez és az aranyéremhez is, és nagyon sok sikert kívánunk a jövőre is. Köszönjük szépen! Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! A bajnoki címet a múlt héten bebiztosító DVTK U17-es csapata 5-0-ra verte a másik újpesti csapatot. Az U15-ös válogatott Molnár Roland egymaga 4 gólt szerzett a mérkőzésen, míg az 5-et Rostás Attila lőtte. Nem álltak le tehát a fiatalok, hanem ígéretükhöz híven a hátralévő fordulókban is keményen oda teszik majd magukat, és minden mérkőzésen a győzelemre törekednek, ezt ígérték. Nos, ezúttal is a szép számú, az ultrákkal megerősített közönség előtt lépett pályára a
TVTK U17-es csapata, és nyert, mint hallhatták, 5-0 arányban. A bajnoki cím sikeréről és sok más a fiatalokat érintő kérdésekről beszélgettünk Zsivócki Gyula vezetőedzővel. Beszélgető partnerem Zsivócki Gyula, a TVTK U17-es, most már mondhatom, hogy bajnok csapatának boldog vezetőedzője. Először is gratulálunk természetesen valamennyi hallgatói szurkoló nevében. Nagyon vártuk már, hogy ez az aranyérem ez beérjen, hiszen oly régóta lehetett arról hallani, hogy sok ponttal vezet a Diósgyőr, és hogy a következő idényt már a legmagasabb osztályban kezdheti meg. No, ez be is érett Kecskeméten, azzal a bizonyos döntetlennel. Kicsit térjünk vissza erre a szezonra, hogy milyen volt ez számodra, számotokra, mert most oly jó erről a sikerről beszélni Diósgyőrben. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és igen, ahogy mondtad, nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Egy év kemény munkája beérett, felkerültünk az elitbajnokságba, az ország legjobb 8 csapata közé. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas siker a diósgyőri utánpótlás labdarúgás életébe. Nem az U17-nek az érdeme, nem az én érdemem, hanem egy akadémiának az érdeme. Ebbe mindenkinek benne van a munkája. Természetesen én voltam a vezetőedzőjének a csapatnak, és tényleg nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Kik voltak a legnagyobb ellenfelek, melyek voltak azok a mérkőzések, amire te is azt mondtad, hogy csettintettél egyet? Kezdjük talán onnan a történetet, hogy egy kicsit, mintha igazságtalannak tűnt volna az, hogy a Diósgyőrt ugye a másodosztályba sorolták, és nem az elit csoportba, de talán jól is jött ez az év, ugye a siker és a megbéretetés szempontjából a fiataloknak. Hát az elmúlt 5 év eredményei alapján sorolták vissza a másodosztályba a Diósgyőr csapatát. Nem volt kimondva, hogy elsődleges cél a feljutás, de természetesen mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a álom és célunk valóságá váljon. Nagyon sok jó csapat volt a bajnokságban, gondolok a Vasas Akadémiájára, a Békés Csaba, Kecskemét, tehát ezek mind-mind rúgközpontok, gondolok egy Újpestre, egy UFC-re, tehát ez a másodosztályi bajnokság, úgy gondolom, hogy ez inkább első osztályú volt, mint másodosztályú. 6-7 csapat pályázott a feljutásra, és az első pillanatoktól kiélezett küzdelem volt, mi egy nagyon egységes jó csapatot, tehetséges játékosokkal voltunk felvértezve, komoly harci szellemmel, mentálisan, fizikálisan fel voltunk készülve, tehát klappolt minden ebbe a bajnokságba, és 4 mérkőzéssel a bajnokság végére egyértelmű, hogy megnyertük a bajnokságot, nem állunk le. Úgy gondolom, hogy folyamatosan motiválni kell a játékosokat, és ők ugyanúgy akarják ezt a 4 mérkőzést is megnyerni, mint az előtte lévőket. Mindig, de mostanában még inkább az utánpótlás ugye fókuszba került a klub házatáján. 17 évesen már ugye külföldön, Nyugat-Európában bebedobnak egy-egy játékost az első csapatba, hogy megnézzék, mit tud, hogy tud. Mi várható itt a jövőben? Akár a jelenlegi fiatalok mikor kerülhetnének oda mondjuk az első osztályú csapathoz? Mi fog velük történni az elkövetkezendő pár évben? Én nagyon bízom benne, hogy ugye az utánpótlás futballnak az elsődleges célja, hogy ne bajnokságot nyerjünk, ne felkerüljünk, hanem hogy minél több profi játékost adjunk az első csapat számára. Ezen dolgozunk nap mint nap, nem csak én, hanem az összes kolléga az akadémián. Én úgy látom, hogy ebbe az U17-es gárdában is van 3-4 olyan meghatározó játékos, aki a későbbiekben tudatos építkezés során fel fog tudni kerülni az első csapatba. Nagyon bízom, hogy jövőre már akár esetleg, akár edzőmérkőzésen, edzéseken részt tudnak venni, és a vezetőedző tud ő véleményt formálni a teljesítményükről. Azt is meg kell, hogy kérdezzem, mert ez is mindig felvetődik, hogy hogyan tudjuk itt tartani a tehetséges fiatalokat Diósgyőrben. Szerződések, továbbtanulási lehetőségek, mind-mind gondolom közrejátszik abban, hogy egy miskolci, egy diósgyőri érzelmű fiatal itt maradjon, vagy esetleg még ugye ebben a korosztályban vannak azért más honnan jött játékosok is, más városokból, vagy éppen településekről érkezett játékosok is. Azt gondolom, hogy aki jelenleg az U17-es bajnokcsapatban játszik, annak óriási a játékosoknak a diósgyőri kötődése. Ahogy mondtad, jöttek máshonnét is, de mostanra már igazi diósgyőri szívvel vannak felvértezve. Én is egy éve kerültem ide a klubhoz, és teljesen magaminak érzem a klubnak a filozófiáját, és teljesen együtt tudok érezni akár a szurkolókkal, akár a közönséggel. Teljes mértékben megfogott engem is az a millió, ami Diósgyőrbe fogadott. Tudni kell, hogy óriási infrastruktúrális fejlődésen ment át nem csak a város, hanem a DVTK akadémia is, és a klub is. Van egy gyönyörű stadionunk, van egy gyönyörű akadémiánk. Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a játékosok ne elmenjenek, hanem inkább ide jöjjenek. És itt képezzük őket, és itt legyenek profi játékosok. De szerződési háttér, hogy itt tartsuk őket, csak a szakmán múlik, vagy egyéb
más feltételeknek is kell teljesülni. Próbálunk minden feltételt megadni annak érdekében, hogy a játékosok itt maradjanak. Ugye 16 éves koruktól profi szerződést tudunk adni a játékosoknak. Természetesen a vezetőség kikéri az edzőknek is a véleményét, és ennek alapján tesznek javaslatot, hogy profi szerződést kapjanak, ami azt gondolom, hogy megint egy óriási kötődés a játékosnak az egyesülethez. Volt ennek a szezonnak egy meglepetése, vagy egy ajándéka az U17-es csapatnak, méghozzá ugye, hogy a stadionban gyakorlatilag az első hivatalos mérkőzést játszhatta le ez a gárda. 3-3-as döntetlen az Újpest ellen, sokan maradtak az öreg fiúk után, és szurkoltak a Diósgyőrnek. Hogy élték meg a srácok, hogy élted meg te ezt a mérkőzést, ezt a kis ajándékot? Hát ez nem kis ajándék volt, hanem ez egy hihetetlen nagy ajándék volt az egyesület vezetőitől, amiért most is hálásak vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó mérkőzést játszottunk, nem nyertük, de ahogy nyilatkoztam a mérkőzés után, hogy a mérkőzést nem nyertük meg, de a közönséget megnyertük egy gólgazdag, egy élvezetes, egy nagyon hajtos mérkőzésen. 3-3-as döntetlent értünk el a második helyezett Újpest ellen. Igazi rangadó volt, és méltó volt, hogy a stadionba tudtunk játszani. Hogy ünnepelnek a 17 évesek egy bajnoki címet, vagy az marad majd a legvégére? Amikor Kecskemétről hazajöttünk, akkor titokban a szülők megszerveztek nekünk egy kis ünneplést, de tényleg csak egy nagyon-nagyon rövid volt. Én akkor is azt mondtam, hogy bajnokság végén fogunk ünnepelni, van még 4 mérkőzésünk hátra, természetesen el fogunk menni, megünnepeljük, mert megérdemlik a játékosok, de most még erre a 4 mérkőzésre koncentrálunk. Végül, de nem utolsó sorban egy kicsit a jövőről is beszéljünk, hiszen egy elit csoportba került, így is nevezik ugye itt az U17-ben ezt az első osztályú bajnokságot. Ott gyakorlatilag hogy állhatja meg a helyét a DVTK? Kik lesznek majd ott a vetélytársai a Diósgyőrnek? Hát én úgy mondanám, hogy ez egy más kávéház, tehát itt tényleg az ország legjobb 8 csapat, a 8 akadémiája fog versenyezni egymással. Minden egyes mérkőzés éles, kiélezett mérkőzés, ugye a 16, 17 és a 19 is itt fog versenyezni. Nagyon oda kell figyelnünk minden egyes mérkőzésre. Azt gondolom, hogy a nyár arról fog szólni, hogy becsületesen és felkészülünk erre a bajnokságra, de még egyszer mondom, a végcél az, hogy ezek a játékosok profi játékossá váljanak, ez az elit bajnokság pedig nagyon jól fogja szolgálni a felkészülésüket. Ezzel a következő idényben valamennyi utánpótlás korosztály ugye az első vonalban fogja majd megkezdeni a szereplését, ez mindenféleképpen nagyon jó hír, és nagyon izgulunk az első csapatért is, mert hogy egy élvonalbeli csapat, a példaképek azok nagyon tudják húzni ezeket a gyerekeket, felnőtteket afelé, hogy tényleg maradjanak a labdarúgásban, és még tovább csiszolják a jelenleg is jó tudásukat. Ez pontosan így van. Naponta találkozunk az első csapat játékosaival. Én azt mondtam a játékosaimnak, amikor bementünk szombaton a stadion avatorra, hogy itt érdemes futballozni, és érdemes profi játékosnak lenni Diósgyőrbe. Én nagyon bízom benne, hogy a felnőtt csapat ki fogja harcolni a bennmaradást, és 14-től egész a felnőtt csapatig kimondhatjuk, hogy NB1-esek vagyunk. Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diósgyőr műsorunkban továbbra is a Piros-Fehér Klub mindennapjairól hallhatnak érdekességeket, háttérbeszélgetéseket, híreket, információkat. Tehát diósgyőri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martin Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszonthallásra, hajrá Diósgyőr! Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr!